Sok szeretettel köszöntelek itt az egyetemünkön. Csak az elején egy mondatba szeretném azt elmondani, hogy Balázsovics Lajos barátommal, mindkettőnk jó barátjával terveztük, de sajnos tüdőgyulladás miatt kórházba került, és ezért mondta le, és nem tud itt lenni. Viszont én nagyon örülök annak, hogy így találkozhatunk, és pont mi beszélgethetünk egymással. Én is örülök, és köszönöm szépen a meghívást, és itt lehetek, és hogy gondoljunk a Lajosra egy sok szeretettel, hogy mi hamarabb meggyógyuljon. Én mindjárt az elején azzal indulnék, hogy te egy ilyen nagyon összhangban levő, egy ilyen nagyon normál, nagyon rendezett, kedves ember benyomását keltett, nagyon egyszerű külsővel megjelensz, de ugyanakkor valahogy pillanatok alatt most biztonságban... Mit vártál? Bocsánat. Szóval ugye a művészi közösségben, meg a filmeken látva téged, én ugye elgondolkodtam azon, hogy azokból a gyors szerepekből, meg azokból az epizód helyzetekből, én mindig azt csodáltam benned, meg amikor mostanában megnéztem néhány percet azokból a játékokból, ahol te színre léptél, hogy mindig egy pillanat alatt el tudod varázsolni a tömeget, vagy egy perc alatt, vagy a Kosztolányi helyzetre gondolok, ott is rövid pár esemény, egy-két perc, és minden más. Ez nálad az életben is így van, vagy csak a színházban van így, vagy hogy van ez a te életedben? Jaj, hát nem tudom, nehezet kérdezel. Ugyanakkor pedig azt gondolom, hogy azért a színész az az egyik dolog, ami a színpadon történik, és hát persze van egy magánember, aki megjelenik egy barna zakóban, meg egy szemüvegben, és aztán utána pedig ezt este fél hétkor ezt ugye levesszük, és fölvesszük különböző ruháinkat és jelmezeinket, és akkor a színpad deszkáin pedig azt játsszuk, hogy valakik más. Sok vagyunk, pontosabban, és hogy gyorsan bele is csapjak a kellős közepébe, vagy egy picit a színházról, vagy a színészetről beszéljünk. Tulajdonképpen egy kicsit minden alak, amit te magad is láttál filmen, ne adj Isten, színházban, bárhol máshol, akár tőlem, akár bárkitől, azok mind mi vagyunk. Az egy játék, amit magunkból, a magunk személyiségéből, a magunk egyéniségéből előbányászunk különböző technikák vagy színpadi reprodukciók segítségével, az mind mi vagyunk. Az mind mi vagyunk, az a bennünk lévő jó, vagy a bennünk lévő gonosz, irigy, rossz, féltékeny, hazug, ne adj Isten, indulatos vagy szenvedélyes alak. Az mind a színész maga, aki ezt saját magából előbányászza, és ez különbözteti meg a színészt a hétköznapi embertől, vagy más hétköznapi foglalkozástól, hogy képes ezt saját magából sérülésmentesen előbányászni. És a kulcs szó, még egyszer mondom és hangsúlyozom, a játék, és a játék gyönyörűségén, vagy a játék élvezetén keresztül ezt megosztani a nézővel. Ugye sokszor fölmerül az a laikus, de mégis persze jogosnak tűnő kérdés, ugye, hogy tudja mondjuk eljátszani az ember a gyilkost, aki sose ölt, tehát ugye, hogy játszik az ember olyan szörnyű szerepeket, vagy szörnyű alakokat, amikhez persze soha nem volt köze. Nem kell ahhoz természetesen ölni, hogy az ember gyilkost játszon, de elképzelni, fölidézni az indulatot, vagy fölidézni azt, amit az ember a majdnem egy olyan pillanatban, vagy egy érzelmi helyzetben átélt, és ezt mindig reprodukáltan előadni, mindig az aznap esti és akkori közönség előtt, ami persze mindig egy kicsit más lesz, és sosem lesz teljesen ugyanolyan, talán ez a hivatásunk, vagy a színészi hivatásnak az egyik legszebb, legváltozatosabb, és az egyben legnehezebb és leggyönyörűségesebb része. Ez azt jelenti, hogy átalakulsz minden este, vagy nincs ilyen átalakulás? Vagy egy-egy szerepre van egy átalakulás? Mindegyik szerep egy kicsi átalakulás, mindegyik szerep egy kicsit mást kér az embertől. Nekem például épp most 11 különböző szerep van a fejemben. Tehát 11 különböző alak, 11 különböző karakter. Sokszor kérdezik, hogy nem keverem-e össze, és akkor azt szoktam mondani, hogy amikor bemegyek és ki van készítve a ruhám, a ruha tudja, hogy mit kell játszani. Megnézem, hogy mi van aznap estére, mit tettek ki az öltöztetők, és akkor tudom, hogy aznap este
Molnár Ferenc van a másik este, egy Shakespeare vígjáték van, a harmadik este egy Süty András darab van, amit egyébként most éppen a Pesti Színházban játszunk, és nagyon sok szeretettel ajánlok is, mint az éppen egyik legfrissebb és legújabb munkámat. Állom kommandó, ez a címe az előadásnak a Pesti Színházban. Úgyhogy minden este egy kis átalakulás, és minden este egy kis játék, és persze szertartás, mert hiszen azért is vagyunk itt, hogy erről is beszélgessünk, hogy minden este egy játszó és egy játékos szertartás, és szerintem a szertartás egyik lényege az, hogy az ember teljesen átadja magát annak, amit csinál, hiszen a szertartásban is mind a befogadó, mind a hallgató, az Isten tiszteleten vagy a szertartáson résztvevő, mint pedig az azt celebráló, valószínűleg akkor jó ez, akkor jó a rítus, és a színház is akkor jó, és itt van valami közösség persze kettőnk között, vagy a két ügy között valami ő is, és nagyon mély közösség, hogyha ennek teljes egészében átadja magát. Mind az adó, mint pedig a fogadó. Hiszen ugye a színház, ahogy utalt is rá a kedves felvezetőben, hogy hát persze egy szertartásból, egy ősi kultikus dologból fejlődött ki, és ért el végül is azt a mai formáját, hogy ma beülünk egy színházba kellemes vagy kellemetlen, kényelmetlen székekre, és végignézzük azt a másfél vagy két vagy három órát. Ez tulajdonképpen ennek a gyökere egy szertartás, a gyökere egy olyan folyamat, aminek a vége valóban az, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk valami olyasmihez, amihez a hétköznapjainkban nem kerülünk hozzá, az élet mélyebb szövedékéhez, vagy az életnek egy mélyebb tudásához, vagy olyan megérintéséhez valaminek, ami nem része a hétköznapjainknak, és nem része a mindennapjainknak. Ebben mindenképpen hasonló egy istentisztelet, egy szertartás, és hasonló egy színházi előadás, mert a gyökerei nagyon-nagyon közösek. Hadd kérdezzed meg valamit még tőled, úgyhogy a templom és a színház, ez egymás mellé kerül nálad, hogy mit érzel egy templomba, mit érzel a színházba, vagy mit érzünk mi a színházba, és mit érzünk a templomba. Itt az előbbi mondataidban ezeket a kényelmetlen színházi üléseket mondtad. Hát egyik másik templomban nagyon kényelmetlen padok vannak, és nagyon kényelmetlen ülések, de mégis az Isten tisztelet alatt valahogy úgy elfelejtődik az, hogy tulajdonképpen nem a körülmény, vagy nem az a helyszín, hanem egyszerűen egy lelki folyamat elindul, ami a színházba is elindul. Igen. A lelki folyamatról. Ugye szó esett az imént a katarzisról, vagy egy persze a megtisztulásról, és ugye elhangzott a kényelmetlen szó is most az ülés értelmében. De azt gondolom, hogy minden szertartásnak és a színháznak is ilyen szempontból kell, hogy legyen kényelmetlen része. És kell, hogy legyen a szertartásnak kényelmetlen része az emberre magára nézvést. Valószínűleg akkor jó, vagy akkor érvényes, és akkor fölkavaró mindegyik élmény, ha van benne valami kényelmetlen, valami kellemetlen, valami diszharmonikus, ami emlékeztet arra saját magamban, mint befogadóban, emlékeztet valami olyan tulajdonságomra, élethelyzetemre, szőnyeg alá söpört titkomra, változtatásra váró élethelyzetemre, egyáltalán arra, amiből valamifelé mozdulnom kellene, vagy lehetne, és ilyen szempontból a színházi élmény, egyáltalán nem biztos, hogy pusztán csak a harmóniát, vagy a szépséget, vagy az általánosan vett szépséget, vagy jóságot kell sugározza, hanem épp ezzel ellentétben elképzelhet, hogy éppen inkább diszharmóniát, hogy abból én magam, saját magamnak, mint befogadó levonjam azokat a következtetéseket, és hogy is azáltal gazdagodva lépjek ki az életbe, vagy lépjek ki a mindennapokba, hogy nem biztos, hogy egy idilli és egy pusztán csak reményt, vagy szépséget, vagy általános jót felmutató élményt nézek legszívesebben, hanem valami olyasmit, ami egy kicsit idegesít, egy kicsit piszkál engem, egy kicsit zavarba hoz engem, és olyan kérdéseket tesz föl, amire aztán nekem saját magamnak kell megtalálnom a válaszokat. Ez biztos, hogy kényelmetlen. Ez nem egy kényelmes rész, viszont azt gondolom, hogy cserébe, vagy legalábbis a végén, a folyamat végén, a megtisztulási folyamat végén, ott biztos vagyok benne, hogy egy magasabb lelki, vagy egy magasabb életminőségbe léphetünk azáltal, hogy tevékeny részesei voltunk annak a szertartásnak, vagy annak az áldozatnak. Áldozat nélkül nem megy. Sem az odaadó élmény,
Tehát sem az, amit én adok önöknek adott esetben a színpadról, vagy amit adott esetben a szószékről, vagy az Isten tiszteletet vezető, celebráló részéről ad át, az áldozat nélkül nem megy, és a befogadó részéről sem megy áldozat nélkül. És az áldozat picit fájdalmas. De a végén, és hiszen ugye az egész, bocsánat, hogy ilyen messzire megy, de talán érthető a példa, tulajdonképpen az egész kereszt áldozat valami hasonló. Egy megtisztulás, egy fájdalmon keresztül való megtisztulás, és eljutás valami másik állapotba. Ennek egészen pici, modellszerű, de ugyanazon gyökerű eleme és élménye a színházi élmény. Muszáj, hogy egy kicsit fájjon, muszáj, hogy egy kicsit ne hagyjon nyugodni, muszáj, hogy egy kicsit fölzaklasson, muszáj, hogy kérdéseket vessen föl, ne adj Isten, muszáj, hogy picit provokáljon is azért, hogy történjen velem valami lényeges, hogy ne csak képeskönyvet, vagy ne csak egy képes bibliát lapozgassak, hanem lapozgassak egy szárazabb, kicsit konkrétabb bibliát és kicsit konkrétabb szöveget, szájbarágos szövegmagyarázatok nélkül, hogy én magam jussak el oda, vagy nekem magamnak legyen ez egy megélt folyamata annak, amit én éppen a színházban láttam, hogy a színházban tapasztaltam. Most úgy éreztem, mint hogyha te itt lettél volna az elmúlt fél évben, és már teológiai előadásokat és órákat tartottál volna, mert hihetetlen közel jöttél, vagy a hátsó sorba, vagy a megelőző két-három előadást is hallottad volna, hiszen pont ezekről a kérdésekről volt szó, és azért egy kicsit arra még rákérdeznék, hogy nálad ez a vidám színész, vagy ez a lelkesítően vidám színész, hiszen sokan fiatalok nagyon szeretnek téged, pont ezért, mert egy ilyen vidám, lelkesítő színészként jelensz meg, és hogy sokszor ez a vidámság is olyan kis helyzeteket hoz, hogy az ember nevetne, de valahogy megakadályod ezt. Torkára fagy a nevetés. Pontosan. Hát ez pedig igazából a hogy is mondjam, csak egy alakításnak, vagy egy karakterábrázolásnak végül is mire törekszünk? Igazságra törekszünk, és az igazság, az hogy egy igaz emberábrázolás, az mindenképpen több dimenziós. Ugye akkor szokták mondani egy színházi előadás, hogy akkor szeretjük a színházi előadást, hogyha benne azt érezzük, hogy minden alaknak van valami igazsága, még a gonosznak is, vagy meg kell értenünk harmadik Richardot, hogy miért vágyik a trónra, és miért úgy, hogy ott az ember indítékok tiszták. Az az esendő alak, akin esetleg nevetünk, neki van valami tragikuma, hiszen a mögött, hogy ő esendő, van valami magánéleti probléma, valami elfojtás, neki valahogy nem úgy sikerült, ő nem úgy néz ki, neki nagyobb a füle, neki szóval ő máshogyan van. Ő nem csak egyszerűen vicces, hanem az egy emberi sors. És mint minden, és az emberi sors komplex ilyen szempontból, akkor jó, még egyszer azt gondolom, akkor jó egy színházi interpretáció, hogyha az embert a magad, minden alakot a maga teljességében mutat be, és a legkisebb szerepnek is, legyen az akár a legvidámabb, vagy a leghumorosabb karakter, abban is elrejt az ábrázoló színész, vagy a játszó színész valamit mélyebbet az emberről, vagy mélyebb tudást az emberről, valami mélyebb ügyet arról, hogy ő milyen is lehet. Egyébként a vidámságra vagy a humorra visszatérve megtaláltak ezek a szerepek, és egyáltalán nem bánom, sőt, természetesen nagyon, nagyon szeretem és örömmel játszom őket, mert hát mi más is egyébként, ha az előbb a kényelmetlenségről beszéltünk, természetesen ugyanilyen más, ugyanilyen gyógyító erejű lehet természetesen a nevetés is, vagy a felszabadultság, mint felületi kezelés, mert gyakran néha, ha a betegségről beszélünk, gyakran néha nem biztos, hogy belülről kell kezdeni a gyógyítást, vagy a legmélyebb és a legtartalmasabb gyógyszerekkel, hanem lehet, hogy egy nevető C-vitamin néha többet ér, mint egy komor antibiotikum kezelés, és egy felszabadult este után könnyebben lehet például olyan, tehát hogy ott is megnyílnak ajtók, és máshogy nyílnak meg ajtók, tehát annak is megvan a maga, hogy is mondjam, csak maga értéke, és mindannyiszor, amikor én a Vixián színpadán állok például, és azt hallom, hogy egy mondatom után, vagy egy alakításom után a Vixiánzban ugye 1000 ember ül egy este,
ezer ember egyszerre nevet, és ezer ember egyszerre érzi jól magát ott egy helyzet, vagy egy pillanat, vagy egy humor, vagy egy poén miatt, épp annyira felszabadító és gazdag és jó energiákat átadó érzés, mint amikor az ember egy súlyosabb drámai szerepet ábrázol, és mondjuk az előadás végén adja csak vissza a közönség azt, amit egész végig lélegzett, visszafolyta, figyelt. Épp annyira gazdag és fontos mind a kettő. Lehet akkor, hogy olyan időt élünk most, hogy újra felfedezésre kerül a színház és a templom pont emiatt, hogy ennyire életközeli és ennyire a lélek mélyéről feltörő események, kérdések kerülnek elő, és nem a celebvilág, vagy nem a felszín, ahogy említetted, hanem a mély. Engem egy korábbi riportban az nagyon megfogott, hogy amikor édesapád hirtelen halt meg, és akkor nyilatkoztál nem sokkal, pár nappal utána, ott voltál azon a megnyitón, amikor egy tornát nyitottad meg, és akkor te egy nagyszerű teológiai mondatot mondtál, hogy most érezted azt, hogy találkozott a fent és a lent. Én egy kicsit ezt így a transzcendens beszűrődése, vagy a transzcendensnek a megérkezése, egy ilyen kis teológiai kérdésben még elmehetnénk. Tulajdonképpen, amikor az embert egy tragédia éri, egy váratlan tragédia éri, és egyébként a színházban is a tragédia ilyen szempontból egy nagyon... Szóval nem értelő, hogy a legnagyobb színészeink, akire mondjuk akár a magyar színházi emlékezet is visszagondol, a legnagyobb színészeinknek a többsége ugye nagy tragikus színész volt, vagy nagy tragikus hősök bemutatására, vagy ábrázolására felkent színész volt. A tragédia az, ami leginkább az embert közel hozza, talán a legnagyobb fájdalom pont emiatt, hozza közel olyan igazságok megismeréséhez, amit egyébként a mindennapokban kevéssé ismer és kevéssé találkozik, és így is van ez rendjén. A lényeg talán az, hogy ezekből a tragikus pillanatokból, vagy a tragikus színházi élményekből gazdagabban kerüljünk ki. Én azt hiszem, hogy amikor én ezt mondhattam, ezután a tényleg egy váratlan és nagyon fájdalmas és gyors tragikus haláleset után, egy pillanatra az ember mindannyiunknak volt ugye persze elvesztése, és mindannyiunknak volt tragédia az életében, egy picit jobban belekerül abba a nagy-nagy egyenesbe, ami tényleg az életet és a halált és a transzcendens és a földi dolgokat összehozza. És ott áll az ember abban a folyamatban, és egy folyamatban érzi magát, és ez a folyamat egy picit amennyire fájdalmas, annyira megnyugtató is. Mert tudom, hogy jó helyen van, tudom, hogy megyek én is utána, és tudom, hogy utánam is jönnek majd, és ebben a nagy találkozásban az ember megérzi azt a harmóniát, amire persze törekszünk a mindennapokban, vagy a mindennapjainkban, de gyakran csak egy tragédia, vagy csak egy színházi esemény, vagy csak egy előadás, vagy csak egy celebrálás, vagy csak egy istentisztelet emlékeztet bennünket arra, hogy ebben a folyamatban mi benne vagyunk, és ebben a folyamatban végül is benne lenni jó. És ez a mi kis életünk értelme, hogy ezt a folyamatot, amíg éppen itt a Földön eltöltjük, azt lehető legjobban és legértékesebben töltsük el. Köszönöm szépen ezeket a gondolatokat, de még egy mondat erejéig nem engedlek el, bár az időnk már lejárt, és nagyon hamar elment. Már is. Most kezdtük, én is így érzem. De valójában azért nem akarlak még elengedni, mert itt ebben az épületben nekünk a szívügyünk az, hogy a jövőnek jó lelkészei és jó hittantanári legyenek. Több-kevesebb tanári sikerrel, kudarccal, de ezen fáradozik mindenki, hallgatókkal ebbe az intézménybe. És mit tudnál ilyen biztatót mondani azoknak, akiknek nem mondjuk a dzsungelkönyve megfelelő ruházatáig minden egyéb állott testénként, hanem ugyanaz a papi ruha várja őket, és most készülnek erre a szolgálatra, ahol majd mindig be kell menni vasárnapról vasárnapra a templomba, fölvenni a papi ruhát, és szólni, és kitartani ezen a pályán. De ugyanide teszem a ma a hittanárokat is, akik legalább olyan szent szolgálatot végeznek a gyerekek között a Biblia és a hit és az erkölcs tanításával. Hogy akik itt vannak a teremben, és erre készülnek, mit mondasz nekik? Tandíjat, vagy le. Hát, hogyha
ha már említetted ezt a bizonyos Dzsungel könyvét, ugye azt én magam több százszor játszottam. A kulcsa valószínűleg az, és hogyha a közös gyökerét keressük annak, hogy keressük itt ebben a beszélgetésben a két életpályának, vagy a két területének az életnek, a kulcsa mégiscsak valami olyan belső öröme annak, az átadásnak az öröme, mintha, és azért is jó talán a Dzsungelkönyv, az egy gyerek előadás. Mindig van egy olyan gyerek a nézőtéren, aki aznap este életében először van színházban. Mindig van olyan néző, sőt, többségében persze olyan, akinek az a történet, az a mese, az új. Én nem játszhatom úgy, hogy 500-adjára csinálom, vagy 1200-adjára, mert már olyan is volt, bár nem az én életemben, vagy nem az én praxisomban, de van már kollégám, aki egy előadást 1000 fölött játszott. Rettenetesen sok. De mégis egyszerűen az a tudat, hogy lent most olyanok ülnek, akik ezt életükben először hallják, pont azt az egyet, amit én ott csinálok, vagy ahogy csinálom. És attól az egytől, ugye ha azt az egyet a legkisebbek közül, azt az egyet teszitek, azt nekem tettétek, ha azt az egy embert, azt az egy srácot megnyertem annak, hogy ő utána lehet, hogy később visszajön, vagy az édesapját ráveszi arra, hogy vigyel még egyszer, vagy levesz egy fél könyvet a polcról, és legalább a tartalomjegyzékét átböngészi. Ha ez elindít benne egy folyamatot, hogy akkor föltegyen egy kérdést, valószínűleg nem várhatunk nagy és jelentős változást minden egyes hitoktató pillanattól, minden délutáni imaórától, minden egyes furcsa február reggel 9-kor be kell menni és el kell mondani, senkit nem fog érdekelni, de elmondom, és ugye ez a színházban is, bemegyek reggel ugye erre a gyerekedésre, egy furcsa februári reggelen, nagy köd van és 11 óra van, vagy nem tudom, fél 10 van, és ott kell állni, de ott áll lent, vagy ott ül lent, lehet, hogy egy olyan, akinek ez valami olyasmit fog jelenteni, amivel én gyökeresen mássá tettem, megváltoztattam, jobbá tettem, vagy gazdagítottam az életét. Most az ebben a tudatban való hitnek a megtartása szerintem a legfontosabb, hogy minden egyes este fontos, és mindig, mint egy egyik kedvenc filmemet, amit szívesen ajánlok ilyen szempontból megtekintésre minden készülőnek, a Bergmannak az Úrvacsora című alkotását, hogy meg kell tartani az Isten tiszteletet minden pillanatban, lemondani, mint a színházat is, vagy akár ezt a mai beszélgetést is, nem lehet. Meg kell tartani az Isten tiszteletet, meg kell tartani a beszélgetést, meg kell tartani az előadást, el kell mondani, amit el kell mondani, mert biztos, hogy lesz ott egy valaki, de lehet, hogy többen is az a szerencse, hogy az isteni kegyelem, akinek ez valami olyan pluszt ad, amitől már nem volt hiába az az alkalom. Köszönöm a választ és az útravalót, és ajándékot is hoztál valamit nekünk, akkor azt mondjuk, hogy szívesen fogadnál. Igen. Láttam, hogy a Lajos a beharangozóban láttam, hogy ő adiversekkel készült volna. Én az ő egyik kortársát hoztam most magammal, nem Kosztolányit, ahogy az egyik kedves hallgató utalt a Kosztolányi előadásomra, és köszönöm szépen, hogy ezt megemlítette és gratulált hozzá, hanem két Babits verset hoztam, akit, hogyha választani lehetne a magyar irodalomból, akkor ő talán a másik kedvenc szerzőm. Rövid lesz. Egy istenes vers, vagy egy istenkereső vers. A másik pedig talán utal arra a folyamatra, amiről az előbb beszéltem. Babits Mihály Isten gyertyája. Engem nem tudtak eloltani. Élek, és itt vagyok. Itten.
pedig nagy világszelek elé emelted hős, vak, kicsi gyertyád. Mit akarsz velem, Isten? Inog a lángmár és tövig ég, bölcs, szent konok kezeidben. S új szelek jönnek, fattyúvihar, vakarcs, poklok, szégyen, fuvalma. Mit akarsz velem, Isten? Szégyen szél, fagyú lehellet is zord annak, aki mezítelen. Gyötörni tud, eloltani nem, míg viaszom csöppig kisírom. Mit akarsz velem, Isten? Miért tart magasra nagy tenyered? És milyen éj vize zúg lenn, hol sisteregve kiszenvedek, ha majd kegyetlen beledobsz, hogy körmödre ne égjek, Isten? A másik pedig csak posta voltál. Ki úgy véled, nyomot hagysz a világnak, kérdezd a szőnyeget, mely dupla lábad nehezét unja, s rímét ismeri, marad-e rajta valami magadból, vagy csak az utcán cipődre ragadt por, amit emlékül továbbadsz neki. Aztán menj ki, és kérdezd meg az utcát, melyet oly égve és merengve futsz át naponta többször, hogy már azt hiszed, minden ház lelked mély színeit itta, s lelked rongyait lengi mindenik fa, s a sarki szél is tégedet sziszeg. Kérdezd és olvasd, amit rájuk írtál, s vedd ki a szélből, mit beléjes írtál, mint gramafonba, mely megőrzené, miről beszélnek. Régibb otthonodról, s a vadhegyekről, melyek alul egykor közéjük jöttél, s amelyek felé emléked visszanéz közülük. Ez vagy te, ez az emlék. Egy csöpp fogaras vagy Pest közepén. Azt hordasz és vetítsz, s ha árnyat festesz a város falára, az csak a hűvös havasoknak árnya, mely rátapadt, s amelyet közvetítsz. Nem, hiszen ott is csak valaki voltál, és a hegyekkel egy csak ott se voltál. Mi voltál ott? Keresd tovább magad. Ott nyájas szőlőtőkéket cipeltél, s a barbár csúcsoknak nemet feleltél, mert szülőföldet felelt általad. Nagyapád háza, s a szelíd Dunán túl. De abban se lelheted igazánból magad lelkét, lázadó siheder. Más voltál ott is. Más táj, messzebb utak voltak még, amik rajtad áthúzódtak. Csak posta tudtál lenni. És meder. Életed gyenge szál, amellyel szűnek a tájak, s múlt dob hurkot a jövőnek. Amit hoztál, csak annyira tied, mint a por, mit lábad a szőnyegen hagy. Nem magad nyomát veted, csupa nyom vagy magad is, kit a holtak léptevet. Köszönöm szépen, hogy a szőnyeget. Köszönöm szépen, köszönöm szépen.